Az 1000 éves még története Hibe varázslatos városában játszódik, ahol mindennapos a békaeső, a hullócsillag, a gömbvillám, a kanos óriásméh, a céda leányok, pszichedelikus szexkártyapartik, szobatiszta lovak és egy idióta. A történet a Pihanda család életét követi végig. Valent ügyvéd volt, emellett németet és anatómiát tanított egy gazdag fickó lányának. Később úgy döntött, hogy el is veszi ezt a lányt, bár ennek a másik barátnője nem örült túlzottan. Az esküvő előtt még azért megfektette a hagymán, aminek nem lett jó vége. Martin Szamó és a geng Magyarországra járt keményen dolgozni. Vybavíme si to sami. A Néma Filz a Minecraft becsajozik gyönyörű énekhangjával. Szamó el akarja venni Máriát, de azt máshoz akarják adni, így megjelenik előtte az 1000 éves méh, és azt tanácsolja, hogy falazza be magukat. És beválik. Esküvő. Szamó és nővére Krisztina egyszerre tartották meg, fele költség, kétszer akkora buli. Krisztina férje 10 év után meghalt, ekkor lépett a képbe a hős szerelmes Juló, az őrült nyulas feleségével, és komplex udvarlási technikájának köszönhetően megkapta a nőt. És persze beköltöztette a feleségét is. Alebo ju zabijem, alebo ty budeš moja. Martin meghalt, amikor fagyott bort akart szopogatni. Szamó családot alapított és Debrecenbe járt kőműves melókat vállalni. Amikor viszont elkezdett politizálni, a történet sötét fordulatot vett. Szamó ezután visszavonult és beköltözött a régi malomba. Persze, csak költözünk be a malomba, hogy semmi baj nem szokott történni. El
Első világháború. Halál, halál, kizsákmányolás. Liszt szex. Szamo ismét politizálni kezdett, emiatt fél évig börtönbe került. A történet végén megjelenik Martin Pihanda szelleme, és azt mondja, itt vannak ezek a gránátok, tudod, mit kell tenned. Vezmi ten úl, ne boj sa. Szamo ezután ünnepélyesen felrobbantja a katonai vonatot.